A tökéletes helyszín akár meghatározó is lehet egy házasság jövője szempontjából. A család és a rokonság jelenléte erősebbé teszi a pillanat élményét. Ezért volt nagyon nehéz a pandémia időszaka. Volt, amikor egyáltalán nem lehetett esküvőt tartani, de volt olyan is, amikor csak korlátozott létszámú lakodalmat lehetett szervezni. Ezen nehézségek ellenére Magyarországon a házasságkötések száma nemhogy nem, nem csökken, de folyamatosan emelkedik. A világjárvány okozta szigorítási és korlátozások sem befolyásolták érdemben a Nyíregyházán kötött házasságok számát, sőt, meghaladtuk a 2018-as évben és a 2020-as évben kötött házasságok számát, hiszen 2021-ben elértük a közel 600 házasságkötést Nyíregyházán. Az idei év januárjában már 9 pár kimondta a boldogító városunkban, és közel 170 pár jelezte már felénk házasságkötési szándékát erre az évre. 2021 tavaszán közel 80 pár élt a házassági akció nevű lehetőséggel, amelyet a járványügyi helyzet miatt indított a Nyíregyházi önkormányzat. A házasorandó párok a házasságkucnyegyháza.hu e-mail címen elektronikusan is jelentkezhettek, így gyorsítva fel az adminisztrációt. Ez a lehetőség a jelenleg az ajló házasság alkalmából ismét elérhető. A polgármesteri hivatalban időpont foglaló rendszer működik, minden pár időpontot tud foglalni az anyakönyvezetőkhöz házassági szándék bejelentésére vonatkozó eljárásra. Ezt a foglalás menetét könnyíti meg az, hogy nem kell nekik keresgélniük, hanem az anyakönyvezetők keresnek nekik egy olyan időpontot. Hogy hamarabb esetleg be tudnak hozzánk jönni, mint amit ők látnak a rendszerben. Igyekszünk mindenkinek segíteni, az eljárás lefolytatása viszont ugyanaz marad, minden jogi feltételnek meg kell felelniük, jegyzőkönyvet veszünk fel, vizsgáljuk az adatokat. Egy friss felmérés szerint a házasságkötések száma Magyarországon az elmúlt tíz évben megduplázódott. Ezen a grafikonon jól látszik, hogy mi 2010-ben csak 35 és fél ezer, addig 2021-ben 72 ezer pár mondta ki a boldogító igent.